Sziasztok, én Németh Kevin vagyok, és ma megtanítom, hogyan kell two-speak hangoverezni. Ezt a trükköt ma egy csúszóboxon fogom nektek megmutatni, de inkább azt ajánlom, hogy próbáljátok meg először egy korláton, vagy egy letélen, vagy egy felfele korláton, ahogy nektek kényelmesebb. Korláton talán azért egyszerűbb és nem annyira félelmetesebb, mert ha nem csúsznátok végig, akkor le tudjátok rakni a lábatokat, vagy ki tudjátok húzni a biciklit. Ez pattáknál, meg csúszódobozoknál ez más, hogy mennyi igazából előre eshettek. Ez a trükk nagyon sok sebességet igényel, amikor ráugratok a patkára, próbáljátok meg így odaszúrni a peget is, ne csak így fölibbenteni a dobozra, mert gyors sebességnél inkább oda kell szúrni a peget, és nagyon rá kell nyomni a dobozra. Ilyenkor a hátsó kerék fölemelkedik, és próbáljátok meg, amilyen hosszú a patka, kb. Ugyanolyan arányban próbáljátok meg így kitolni a hátulját a biciklinek. Ezt a trükköt nagyon nem lehet megszakítani, hogyha megpróbáljátok így csúszás közben. Ilyenkor nincs más, mint végig kell csúszni a korlátot vagy a patkát. Erről a trükkön nem lehet nagyon lehoppolni, inkább próbáljátok meg a legeslegvégénél előre dőlni. Lenyomni a biciklit, és kihúzni az elejét, amikor ülöttök.